Akkor most jön egy másik projekt, ami már sokkal izgalmasabb lesz. Ez pedig nem más, mint maga a Kályha. Már amennyire ezt Kályhának lehet nevezni. De hát ez az épület, ez bőven-bőven megteszi. És arra gondoltam, hogy van nálunk Magyarországon az a Siesta-nak nevezett Kályha, aminek én csak a központi rendszerét fogom felhasználni. Tehát én ezt kiberháltam, nem tudom egyébként miért Siesta, amikor több különböző márka néven is fut. Lehet ez is úgy van, mint nálunk a Flex. A sarokszűszoló az egyen jelent a Flex-szel, ugye, mert az volt az első márka annak idején, ami bejött az országba. Aztán mindenki így nevezte el, lehet, hogy ezek a KH-k is azért Siesta. Mindegy, ez konkrétan egyébként úgy maradt rám annak idején, és arra gondoltam, hogy ez pont jó lesz arra, hogy ezt felhasználjam majd a fűtéshez, viszont azért kellett, hogy ezt szétszedjem, mert amúgy túl sok helyet foglalna el. Ide akarom berakni majd magam mellé a sarokba, és úgy akarom ráadásul csinálni, hogyha ugye ez, az a baj ezekkel a KH-kkal egyébként, ez PB gázzal működik, palacka, ami itt látható. Az a baj ezekkel a KH-kkal, vagy ezekkel a lemez KH-kkal, amelyek egyébként fatüzelésűek, hogy nincs benne semmi hő, nincs benne semmi tömeg, ami meg tudná tartani a hőt. És én ezt próbálom egy kicsit orvosolni majd úgy, hogy téglával megpróbálom ezt valahogy úgy körberakni, kibélelni, nem tudom még pontosan, hogy hogy fogom. Hogyha esetleg ezt elzárom és már nem fogom használni, kikapcsolás követően azért a téglák remélem, hogy vesznek át annyi hűt, hogy azt egy kicsit eltárolják, és ezáltal meg lehet nyújtani azt az időszakot, amíg egy kicsit tudjuk temperálni majd ezt a helyiséget. Ami egyébként nem gondolom, hogy különösebb probléma lenne, mivel ugye 3 négyzetméter az egész, tehát nem egy olyan ormótlan nagy légkőbméterről beszélünk. Úgyhogy ezt fogok most hozzákezdeni. Hát először csak ötletelni fogok, aztán meglátom, hogy fogom pontosan összerakni, mert ugye nem méregettem nagyon, nem tervezgettem nagyon. Azt tudom, hogy ez bőven befér. És akkor ezt fogom majd valahogy a téglával kirakni, illetve ez jön még majd egy Kályha lemez. Ugyanis ezt szeretném majd úgy felhasználni, hogy talán annak a Kályha lemeznek a segítségével, hogyha az is átforrósodik egy kicsit, akkor tudok annyi meleg vizet előállítani, mi majd a mosakodáshoz elegendő lesz. Illetve itt a kapcsolónak kell még a rögzítését kitalálnom, mivel ugye ezek a fix merev csövek, ezekkel nem tudok semmit se kezdeni, nem nagyon lehet ezeket hallítgatni, módosítani. Úgyhogy ezt majd valahogy úgy kell rögzítenem. De egyébként úgy látom pont jó, mert be fog menni a sarokba. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
A terv a következő. Fázis 1. Mivel csepereg megint az eső. Bár fogok valakit rúgni ezért odafönt. Fázis 2. Jogbővítés. Fázis 3. Létre le. Én le. Fázis 4. Hát, hogyha nem lesz következő epizód, akkor hívjatok valakit. Hatóságot, katasztrófavédelmet, rendőröket, medikopter 117, bármi jöhet, 112, Kobra 11, csak hívjatok valakit. Utazás a Föld középpontja felé. Hűha, de sötét van ide lent.